Az Egy kanapén következő vendégét egy forgatás szünetében ismertem meg személyesen, és rögtön tudtam, hogy egyszer meghívom majd a kanapémra. Bár élete elsőre könnyűnek tűnhet, mégis az egyik legtanulságosabb és a műsor történetének legmegrázóbb beszélgetését tudhatjuk magunk mögött. Beszélgettünk a nem túl sikeres párkapcsolatairól. Ezt a legutóbbi párkapcsolatomba sikerült megtapasztalnom, mert segítőkezet nyújtottam neki, és hátba szúrt, és nem vártam tőle. Mert tényleg én tiszta szívvel voltam felé, meg szerettem őt. Megcsalt? Azt nem tudom, hogy megcsalt-e, de december 23-án azon kaptam, hogy a exével, akivel 5 évig volt előttem, irkált. Elég sokat, és ő volt a kezdeményező, meg képeket küldött tőlünk, az én házamból, meg az én rólam. Most nekem az olyan fura, beteges, nem? Szóba került a nagyobb családi körrel ápolt kapcsolat. Ahol mi lakunk, ott mindenki utál minket. Akkor valamit lehet, mert mi is hibázunk meg ilyenek, de amikor elkezdődött ezt akartam kérdezni, hogy ez a műsor, ugye mi beköltöztünk. Hogy ez irítség? Szerintem az, és sokan nem bírják elfogadni azt, hogy érted. Főleg apum nem kap tiszteletet. Egyik rokontos, hogy valamikor gratulált volna neki, vagy valami, hogy most jaj, győző, de büszke vagyok rád, hogy valami, érted, vagy édesanyámnak is. A bizalmába engedve felidézte gyermekkori traumáit, amit egy ország követhetett nyomon. Kaptunk ilyen leveleket, hogy lelapoljuk a gyerekeidet, fizessi X összeget, hozzá ide nekünk ennyi pénzt, meg ilyenek. Életedre törünk, és ellopták a kutyát, így indult. Hogy tényleg, akkor nagyon rossz volt, mert megijedtem, hogy majd velünk is történni fog valami. És akkor a szülei is elgondolkoztak ezen, hogy érted, hogy ilyen szekuritikkal járgáltunk meg ilyenek. Nem már létszik. De komolyan, ez nagyon durva volt, hogy érted, úgy élni, hogy bármikor elrabolhatnak engem, vagy valami, hogy velem is ezt fogják tenni. És akkor így a fatara így észbe kapott, hogy ez nem játék. És a kényes kérdéseket sem hagytuk ki. Full kamu volt a győzike show? Segített vagy rontott a cigányság megítélésén? Van ehhez köze, hogy neked a pszichológushoz kell járnod? Ha tehetnéd, akkor letöröltetnéd mindenhonnan? Apának nincs szégyenérzete? Neked anyagias vagy amúgy? Még mindig úgy gondolod, hogy nem szeretnél gyereket? Ki az igazi főnök a családban? Zavar a tájszólásod? Ha kíváncsi vagy, miért járt pszichológushoz, vagy mi a véleménye a gyermekvállalásról, és hogy miért vállalta el újra, hogy a kamerák előtt élje mindennapjait, akkor mindenképpen tarts velünk. Egy kanapén Gáspár Evelinnel. Szerdán a Zsoltán YouTube csatornán.